2017 óta előressen az egykori szőlőhegyi óvodaépülete Szekszárdon, az intézményt akkor zárták be. Hamarosan viszont újra élettel telik meg. A megyei jogú város önkormányzata ugyanis több mint 500 millió forintot költhet arra, hogy itt óvodát és mini bölcsödét alakítsanak ki, amire nagy szükség is van, ugyanis egyre több a gyerek ebben a városrészben, mondja a körzet önkormányzati képviselője. Reméljük, hogy mire ez az óvoda elkészül, még több gyermek lesz szőlőhegyen, akik igénybe fogják venni. Jelenleg 60 ide való gyermek van a szőlőhegyi körzetben. Ez lehet, hogy, sőt, bízunk benne, hogy több lesz. A óvodai férőhely az 75 lesz, és 75 óvodai férőhelyhez 14 bölcsődei helyet tudunk biztosítani. Az épületben tehát 3 egyenként 25 gyerek fogadására alkalmas óvodai termet, és 2 7 gyereknek alkalmas bölcsődei szobát alakítanak ki, valamint mindent felújítanak, az udvart is beleértve. Ács Rezső Szekszárd polgármester azt mondja, az óvoda felújítás illeszkedik abba a koncepcióba, aminek során a megyei jogú város vezetői a szőlőhegyi körzetet tervezik fejleszteni a következő időszakban. Arról, hogy az óvoda és bölcsőde kialakítása zöld utat kapott, most tájékoztatták az önkormányzatot. Megkaptuk azt az értesítést, ami minden forrás lehetőséget megteremtett a város számára annak érdekében, hogy a mini bölcsőde, ami 14 gyerek ellátását szolgálja, és a 3 órai csoport megvalósulása. A szőlőhegyi bölcsőde és óvoda kialakítása a tervek szerint legkésőbb jövő tavasszal kezdődik el, a beruházás pedig 2022 végéig kell lezárni.